Sziasztok, üdvözlök itt mindenkit a CK3 47. részével. Az előző részekben foglalgattunk, azt hiszem nem is egy részen keresztül, hanem több részen keresztül is, és továbbra se fog változni ez a dolog, az egyetlen egy dolog, ami kérdéses. Hát elég sok fegyverszünetünk van. Ez 15 hónapos, kivel? Ja, ez az olaszok, ez Szorbia. Ez ott fenn, akiket elfoglaltunk, a csehek, oké, ők nem probléma. Meg van egy hostage itt a izéknél, mert a játék jól gondolkozott. Szóval Bizánc az szabad! Srácok, hát Bizánc az szabad teljesen ahhoz, hogy támadjuk. Hát ez tökéletes nekünk. Igazából Bizáncnak nem sok esélye van ellenünk. Pláne éppen egy háborúban van benne. Vele háborúzik. Az aztán egy nagyon nagy háború. Liberty War. Ő védekezik. Mit történik itt? A bizánci birodalom az egyik vazalusomnak segít. Ti szövetségbe vagytok. Aha, na most ez a kérdés merül fel. Ha én megtámadom a bizánci birodalmat, akkor vajon belépnek-e abba a háborúba? Ez tök jó lenne itt a szigeteket megszerezni. De igazából amit ezt a részt szeretném összerakni, csak olyan nagy foglalásokat nem tudunk ott csinálni. Olyan kicsiket foglalgatunk. Még itt a túloldalt megnézzétek meg, ilyen baromi nagy területeket. Kefalónia. Hát az nem nagy. Látjátok? Kefalónia két ilyen kis szar terület. Kibirhajótai. Remélem jól ejtettem. Az meg ekkora három nagy terület minimum ez. Ez eddig a legkisebb azon az oldalt. Talán ez Tesszali, Athén, Akhai. Lehet, hogy ennél fogunk maradni. Egan Islands. Nem lesz sose szebb igazából sokkal, de legalább itt a tengeri részét megszerezzük a dolgoknak. Itt az nekünk sokat számítana mondjuk. Legyen ez. Közben az két terület. Két plusz terület, és akkor kicsit kijebb toljuk a határainkat errefelé. Szóval a főváros jobban be van védve. De mint a technikailag annyira számítana szerintem már. Tehát a bizánci birodalom az már nem nagyon fog elfoglalni minket. Holy War. Orthodox rulers may join the war. Na nézzük meg, hogy a saját uralkodóm is belép a háborúba. Szerintem bőven elegendő a saját kis seregemet felemelnem. Ez jó lenne még felemelni nagyon kevés ember, de lehet, hogy egy Holy Order-t fel tudunk húzni. Ott is van. És ezt csináljuk ebből. Nem tudunk csak 4000-et leválasztani. Hát, ezt nem szeretném. Hát akkor figyeljetek, akkor külön választjuk így. Ez kész. Szerintem itt 8000-en vannak helye. Így nem tudnám odarakni mindkét csapatot. Illetve még akkor sem, hogyha a parasztokat kiemelném. Ha... Van egy ötletem. Figyeljetek, olyat is tudunk csinálni. Ezt tökre nem így szerettem volna. Igen, ezt nagyon nem így szerettem volna. Álljatok meg. Parasztokat kiemeljük. Ők mennek oda. Innen, ti menjetek át, nagyon jó, úgy kiemeljük a mangonelleket, úgy né, őket oda küldjük, ezt a csapot ráküldjük ide, és akkor végeredményében a parasztjaink azok ostromolnak, és a főseregünk meg megy mindjárt, elveri a seggüket. Igazából szerintem így járunk a legjobban, mert itt most csak képzett embereink vannak. Te nem vagy a legképzettebb hadvezérünk, mert csak 36 vagy, szóval téged kicserélünk. Viszont ezt a csapatot, ezt vezethetem én igazából. Az ostrom miatt akarom én vezetni, mert van egy olyan képességem, ami jobban ostromlok. Ó, egy új otthon. Nagyon örülök. Valaki a hostage-em lett. Na, oda is érkeztünk. Így lassabb, mint hogyha a képzett seregünk ott lenne.
tehát még mindig lassabb, hiába én vezetem valószínűleg, mert a sereg létszám is hozzáad, illetve azt hiszem a minősége is, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. De figyeljetek, meg tudjuk nézni, tehát most kicsit leteszteljük, most ugye 4 a napi előrehaladása ennek az ostromnak, és hogyha most oda küldöm azt a maradék 6000 emberünket, akik a teljes képzett csapataink csak, akkor mindjárt megnézzük, hogy változik-e az erőlehaladás. Hopp. 3-mal. Hát akkor figyeljetek, akkor nem sokkal, megmondom őszintén. Annyival nem, hogy megérje nekünk, hogy azok a katonák ott haldokolnak, szóval én oda küldöm ezt a 6000-t, azt elverem a bizánci seregségét egy pillanat alatt. Én ezen nem nagyon aggódok. Csak képzett embereink vannak. Nekik is vannak ott azért embereik, jó embereik, mert azt hiszem talán egy ilyen négyzet is lehetne. Jaj, te milyen háborúba léptél be? Te nem ellenünk léptél be, te valami teljesen más háborúban vagy, de éppen az én seregem felé mész. Ezt nem tartom jó ötletnek, szerintem fordulj vissza. Mert véletlenül egymásra lépünk, az a 300 embered az kuka. De mindenképp felém akar jönni. Valaki belépett? Nem, még mindig nem. Hát, ellenben bizony megyünk oda. Mormenot-Armsk jobban kántörli az embereimet. Az ő emberei jobban kántörlik az enyémet. Valószínűleg amiatt, mert a lovasság ellen van lándzsás csapata. És nagyon sok lovasom van. És valószínűleg ezért kap egy kis bónusz rá. Hát mi meg itt ezt végigfoglaljuk. Nem nagyon viszi túlzásba, hogy ellépjen onnan. És ha jól sejtem, mivel ez az én területem technikailag, hiába nem támadja, mert ugye, tehát vele egy háborúban van, szóval nem fogja a szövetségesét megtámadni. Mi védekezünk ezen a helyen. Azért elég nagy advantage-e van neki is. Elég szép számú hadvezérek vannak, hát ez megszűnt létezni. Azt kell mondjam, mindjárt odalépek rá is. Sőt, megállok itt, megnézem, hát ha nem lép ide. Tehát én nem verem el, figyeljetek. Én nem vagyok egy ilyen... Hogy hívják vajon? Magyar szavunk van rá egyáltalán? Ilyen buli, tudjátok, ami így egy csávó, aki piszkálja a gyengébbiket mindig. Én nem tudom. Én nem vagyok ilyen utcai haramja. Maradjunk annyiban. Én nem verem el a gyengébbiket. A bizánci birodalom az nem technikailag számban, matematikailag gyengébb, de tudjátok, náluk ott van az, hogy a bizánci birodalom. Tehát ha valaki birodalomnak nevezi magát mellettem, akkor az büntetni kell. Illetve tudjátok, hogyha valaki királynak nevezi magát, hát királyság az csak az én uralkodásom alatt történhet meg, az én nagyszerű királyom alatt. Császárom alatt, bocsánat. Szóval nem engedhetjük azt se. De a birodalmat végképp nem. Azt hiszem egyébként az utolsó birodalmat számoljuk le éppen. Tehát nincs is szerintem még egy birodalom a bizánci birodalmon kívül. Egyértelmű rajtam kívül, még azon kívül. Hopp, de a szövetségesünk. Na de hát az... Büszkén tudjátok, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy jaj, micsoda nagyszerű uralkodó. Házasodjunk valamilyen megállapodással, és akkor legyen értitek szövetség a kettő birodalom között. És technikailag nincs az Isten, aki elverne a világon minket, Kirgiz kanátával, 11 000 főjével, benne van egy háborúban. Csodálkozom, hogy nem hívott be minket, lehet amiatt, mert amúgy is nyerni fogja. Annyira maga biztosan megy előre. Hogy állunk ezzel a háborúban, mert jó lenne, nem tudom, hogy 5 percen belül befejezni, és menni a következőre. Vagy, tényleg azt elfelejtettem megnézni. Hű, az offenzív háború miatt nem nagyon szeretnek minket. Jó, akkor azt hiszem, figyeljetek, ezután egy kis békeidőszak, jó, srácok? Kell egy kis időszak, amíg béke van. Amúgy is valószínűleg most már meg fogunk halni, 69 évesek vagyunk, nice. Szóval értitek. Most már az embereknek nem tetszik, hogy ennyit háborúztunk. Hiába nyerjük a háborúkat, ugye a férfiaknak mindig be kell jönniük a háborúba, szépen dolgozni. Nem örülnek neki. Az lenne a legjobb nekünk, ha a bizánci birodalom szétesne.
és egyesével tudnánk zabálgatni, értitek, a kis darabkáit. Independence Faction. Ő, meg valaki más. Meg ő. Ja, hát a csehek, hát egyértelműen. Én értem, hogy mi bajotok van, de azért figyelj, mert plusz 76 a kapcsolatunk. És évi szinten javul plusz 2-vel. Ó, az offenzív háború miatt mínusz 23-at kapunk szintén itt is. Akkor lehet, hogy ja, ezt a háborút le kéne zárni. Ez konkrétan az itteni... Nem jut eszembe már, hogy a CK-áramba hogy hívták azt a tulajdonságot, ami tudjátok így visszatartott minket, hogy ne háborúzzunk folyamatosan. De itt merőben kevesebb pontot kapsz rá, ha azt vesszük. Ezt a csapatot felosszam? Ne, a nagyszerű... Hát végül is van még nagyszerű hadvezérem ezen kívül. Feloszthatnánk belőle egy kevesebb, mondjuk így is plusz 14-et kapok. Jó, azt csináljuk, figyeljetek, hogy a katafrattokat felosztulatjuk, mert az drága. 10 arany! Majd 10,5 arany! Csak 400 lovas! A seregünk egy harmadát a lovasaink vitték el, a nehéz lovasaink. Mit tesznek ezek? Ezeknek nem tudom, kaviárt importálunk be, meg hasonlókat. Ne, nem a jó kis gulyás leves teszik, mint a többi katona, nem. Ezek ilyen japán ételeket, meg indiai ételeket importálnak. Wow, 10 arany. És most 20 aranyjal jön be. Na, meg is nézhetnénk, hogy mit építhetünk közben. Bár, ahogy nézem... Hát itt van egy, amit tudunk fejleszteni. Ó! Oh. Men at Arms Innováció. Hoppá, az mit jelent nekünk? Itt fejeztük be? Valószínűleg. Nem, itt fejeztük be. Ja nem, csak elkezdtük ezt, és befejeztünk valami mást. Nem tudom, mit fejeztünk be. Ez a csávó jól néz ki. Nem tudom miért. Tetszik a kinézete. Olyan okos embernek tűnik. Az a szemüvegével együtt. Ezt összetörjük, az nem kell. Ilyen kis trinketek jók lennének, ha lenne még jobb. Egy új korona. Rendeljünk egy új koronát. Te esetleg mit fogsz készíteni? Egy koronát akar készíteni. Nagyon jó, hát akkor ezt ki is fizetjük. És így akkor 81 aranyba került a 100 arany helyett. Illetve, ha jól sejtem, ezek az inspirációs dolgok, ezek jobb minőségűek, mintha csak én tudjátok itt megkérném itt a Decision-nél. Nem a Royal Court, léci. Itt van a Decision-nél, hogyha mintha itt megkérném, hogy készítsenek. Local artisan produced lower quality artifact than inspired Royal Court guest. Ott is van, kérem szépen, amit mondtam. Egy az egybe. Ilyeneket mondjuk csinálhatnánk. Tudjátok mit, ilyet? Meghívunk egy-kettőt. Search for vet nurse. Jöjjön ő is. Divine Star, nézzünk a csillagokba. Jó, ezt is megcsináljuk, rendbehozzuk a lovagjainkat. Hozunk be újabb nagyszerű lovagokat, meg lovas vezéreket. Pillanat. Etel. Ja, ez a vet nurse-ös dolog. Választhatunk, hogy melyik legyen. Hát én abszolút nem tudom, hogy mit kell nézni itt a vet nurse-nél. Legyen Ilona. Mert a stratjai jobban tetszenek. Kivéve a Craven. Az a Craven cucc az nem, de amúgy minden más. Na, álljunk meg egy pillanatra, mert úgy tűnik, hogy itt a csapatainkra mindjárt ráugranak. Ja, szerintem elindulok visszafelé. Így. Hoznom kellett volna a csapatainkat így mellette, és akkor biztosabbak lettünk volna. Ja, már lépnek is oda. Nem baj, tökéletes ez nekünk. Tudod mit? Te gyere erre, és oda-oda tudsz lépni. És akkor kezd is elfoglalni. A csillagokba néztünk, és akkor a munkára összpontosítunk. Ez tök jó. Stewardship meg plusz 25% tapasztalat hozzá. Hát ez igen. 90%. Ezt a csatában már nem kapunk.
Csak az ostromokból kapunk. Akkor figyeljetek, azt fogjuk csinálni, itt ezt elkezdjük szintén ezt is ostromolni. Nem fogják egy nagy sebességgel csinálni. Viszont azt szeretném, hogy elkezdjék, és akkor ez megvan, és akkor átlépnek ide, és ez gyorsabban megvan. Nya, mi történik itt? Jó, úgy tűnik, hogy jöttek néhányan szolgálóim, és azt mondják, hogy szeretnének pénzt adományozni a korona elkészítéséhez. Én meg tökre örülök neki. Kár, hogy nem tudok még több pénzt belönteni a koronába, hogy minél jobb minőségű legyen. Bár a pénz, értitek, egy idő után nem fogja növelni a minőségét semminek. Hiába öntesz nagyon sok pénzt egy dologba, ez nem biztos, hogy jobb lesz tőle. Vegyük például a mostani nagyon gyakori filmeket, amiket a Disney készít, több százmilliót beleköltenek, és nem lesz jobb. Na ugyanígy a koronám elkészítésénél sem kéne annyi pénzt belöntenem, mert úgyse lesz jobb. Hát mit mondjak, ők azért egy 3 évig ütnék azt az erődöt, mire beütnék. Tehát, hogy így nagyjából belekezdtek, de sok mindent nem tettek hozzá. Maradjunk annyiba, és vége is ennek az egésznek. Megvárjuk 5 hónap. Igazából gyorsan meg lesznek. Kicsit fosztogatunk még. Aztán utána úgyis lebontjuk őket. Így egybevittük. Sőt, hogyha én vezetem, akkor még jobb lesz, ha minden igaz. Balázs, gyere Balázs, Balázs lesz a neved. Amit én csinálok, az az, hogy ezeket az eventeket gyakrabban történik meg, ha minden igaz. Ezt mindjárt meg is mutatom. Igen, a dombokon kevesebb táplálékot vesztünk, meg katonát, meg ilyenek, azt hiszem az az atrocion. Nem, a teljes katonák, amikre gondolt. Tehát dombokon 25%-kal kevesebbet veszítünk, viszont 30%-kal gyakrabban van meg ez az event, ami ott mutat. Egy korona. There is no need for dedication. Nem, a régi feleségemre fogjuk, a régi feleségem nevére. Technikailag egyébként, hogyha azt szeretnénk, hogy egy országot totál szétveri, azután, hogy megnyerted a háborút, utána annyit kell csinálni, hogy végigmész az összes területén, és minden egyes területet beostromolsz. Méghozzá azért, mert minden egyes ostromlással kapsz egy olyan tulajdonságot, amit mindjárt meg is mutatok nektek itt egy erődnél, hogy lezuhan a kontroll, és az annyit jelent, hogy kevesebb adózás, és kevesebb katonát fog utána egy jó ideig, amíg vissza nem rakja a kontrollt. Na most egy-két erődnél ez most nem egy nagy probléma az ellenfélnek, na de viszont sok erődnél, tehát hogyha az összeset szépen szétveregeted, és mindenhol kevesebb aranyat, kevesebb katonát kap, akkor nem tudom, hogy az egész seregének a 20%-át elvetted, és a pénzének majdnem úgy a 40%-át. A sereg sem teljesen 20%, szerintem egy picivel kevesebb, de nagyjából valahogy így az egész erejét így megdobod. De hát ugye ahhoz az kell, hogy végig ostromod az egészet, amihez nem biztos, hogy van kedved, illetve te is pénzt veszítesz, illetve lehet, hogy nem vagy annyira jó helyzetben. Ez döntés kérdése. Na, ezzel viszont végeztünk, plusz 2 területet kaptunk is. Át is hoztuk az uralkodót tőlük, illetve a katonáinkat, akkor így le is dobjuk. Na, lifestyle perk. Ebben megyünk ebbe az irányba, ezt megpróbáljuk még befejezni az uralkodóval. Illetve miket loptunk? Görög buzogányt. Hát ezt összetörjük. És egy jutalom íjat, ami egyébként tök jó. Kár, hogy nem ad hozzá, tudjátok. Ja de, végül is de, ad. Mondani akartam, hogy kár, hogy az íjjal nem kapsz egyfajta olyan ellenállást arra, tudjátok, hogy nem sérülsz meg olyan könnyen. Mert hogy ugye, hogyha íj van nálad, így az a hadvezérednél, akkor valószínűleg távolról íjászkodsz, nem pedig közelharcba mész. Ellenben viszont ott van, nézzétek, injury resistance, vitészség +3. Tehát a vitészségen belül ad valahogy egyfajta sérülés ellenállást +3-at. És nem is csak százalékosan adja, vagy életet ad pluszba, hanem ténylegesen ad egy ilyen ellenállást +3-ba. Ez nagyon érdekes. Gondolom azért írja ide, hogy vitészségen belül, mert hogy szerintem, hogyha a vitészséget használod, akkor érvényesül. Tehát, hogyha mit tudom én, így megbetegszel vagy valami, akkor ugye nem kapsz ellenállást. Ez viszont egy tök jó íj.
Ez nekem tetszik, ezt valakinek odaadjuk, valaki nagyszerűnek. Te lesz az az utódom, szóval te úgyis megkapod, ő meg a fiam. Neked esetleg meg tudom nézni, igen, hát neked végül is vannak jó cuccaid, szóval lehet, hogy neked nem. Nem, a fiána, a fiamnak, a fiának. Oda nézzetek. Quick, Hail, egész jó cuccai vannak. Na, neki ajándékozunk egy íjat. Éjjné. És megjutalmaztuk egy íjjal. És addig is legalább ő nem fog megsérülni, vagy meghalni esetlegesen. Őt most jelenleg vele foglalkozunk, vagy... Vagy valaki foglalkozik vele? Relationship, Guardian. Jó, én vagyok az, aki oktatom. És választhatunk neki egy útirányt. Hát diplomáciát nem szeretnék. A stewardship az nem. Bár amúgy őszintén szól, hogy a diplomáciával se volt problémánk, nem? Tehát, hogyha így belegondolunk. Egy learning focus. Mit szóltok, hogyha learning focusra megyünk? Bár még csak egy tulajdonsága van. Még várjunk vele egy picikét, Én ezt így kipinelem. Így mindig látni fogjuk, hogy tudjátok hány éves, hogy áll éppen, meg hasonlók. És majd kicsit később, olyan nem tudom, olyan 10 évesen döntünk róla, mert addigra szerintem megkapja a tulajdonságokat. Na, mi van még, amivel akartam foglalkozni? Szerintem most úgy semmi. Szerintem csak hagyjuk, hagyd teljen az idő, aztán kész. Igen, most hagynunk kéne, mert most majdnem mínusz 30 véleménye van rólam mindenki. Nézzük, tudunk-e építkezni, mert most elég sok pénzünk lett. Ott tudtunk, azt figyeltem. Jó. Hát itt egy erődöt tudunk, meg akár egy ilyet. Skirmisher toughness, hát azok most nincsenek igazából itt, csak így a pénz miatt csináljuk ezt az épületet. 261, végül is az nem vészes. Az erőd is 261. Jó, hát akkor legyen az a pénzesebb. Hopp, ransom. Na gyere. Árpád koronája, oda nézzetek, milyen gyönyörű lett. De szép. Mennyi mindent ad. Ad dicsőséges pontokat nekünk a hírnevünkhöz. Minden egyes ilyen kancellár után, vagy hát így a tanácsban lévő nagyon erős vazallus után is ad nekünk egy ilyen hírnevet, dicsőséget. 5%-kal olcsóbb a fő katonaság. Legjobb. Várjatok. Ezen kívül az egyik vazallus típusunk, a parhócsial, az nem tudom micsoda. Ja, ők a stabilitást akarják, meg békét. Ó, nagyon jó, hát ők 3%-kal többet adóznak. Hát ez a korona, hát figyelj, barátom, ezt így el is fogadom, álljunk meg egy pillanatra, ajándékot is kapsz. Tessék, megjutalmazlak 50 arannyal, illetve... Holy Order-be szálljon be. Ne, nem szeretném, hogy monk legyen belőle. Nem tudom fölvenni, nem tudom, lovagnak. 14-es power 7. Vártok. Így. Hát felvesszük lovagnak, hát ne csináljuk már. Mi a neved, barátom? Gyere csak. 14. Ott is vagy. Technikailag igazából a lovagjaim között van. Fel van véve, hogy lovag legyen. Igazából ilyen akolájtokat még visszacsinálhatnánk. Úgy, őt visszaállítottuk, mást, őket viszont nem tudjuk még. Csak létre tudnék hozni újat, de nem akarok most újat létrehozni, mert most már vannak itt szintek egy pár. Hogy hozzunk létre egyet? Őt kinevezzük. Kinevezzük dicső lovaggá. Sword of Arany atyácska. Az aranykardja atyácskának. Natik. Outrider tudna lenni. Ez a lovasságom sebzését, a könnyű lovasságom sebzését növeli. Van egyáltalán könnyű lovasságom? Lovasi jászaim vannak, meg nehéz lovasaim. De szomorú. Ez nem ad a lovasságunkhoz. Viszont a katonaink sebességéhez ad. Mi a fanatikus? Ja, vallásos vazallusok jobb véleménnyel vannak. Igen, holy war-okat könnyebben tudunk csinálni. És lángyás csapataink azok jobbak lesznek. Nincsenek lángyás csapataink. Ez eddig jó, srácok. Nincsenek egyáltalán lángyás csapataink, az... Ők,
Nem, ők light footmen, nem, kifejezetten lángyás csapataink nincsenek. Igen, ilyen pikemenjeink nincsenek. Az szomorú. Azt nem tudom, majd lehet, hogy a lovasi jászainkat lecseréljük az egyiket lángyásokra. Na, ne menjél el, ne menjél el. Téged attól függetlenül kinevezlek. Szóval ez nagyon jó nekünk. Nem tudsz, Outrider tudsz helyette felvenni. Aha. Aha. Ez a baj, a könnyű lovasságnak ez nem... De ez nagyon jó lenne a könnyű lovasságunknak, ha lenne könnyű lovasságunk, csak nincs könnyű lovasságunk. De lándzsásaink sincsenek. De lándzsásokra meg szükség lenne igazából. Spearman Dimit, Spearman Toughness. Jó, oké. Őt most kinevezzük ennek. Tehát így lesz belőle. Ki tudom egyáltalán? Várjátok, lehet, nem tudom. Hát nem... Mi az, hogy nem úgy, nem egy lovag? Tessék, lovag lett belőle. Rákényszerítettük, rá van erőszakolva, hogy lovag legyen. Létrehozzuk. Az lesz a neve ennek, hogy koronázó. Koronázó. Így. Ennek a titulusnak az lett a neve, hogy koronázó. Elismert lovag lett belőle, amivel egy picit tudjátok, hogy ártottunk annak. Most így átállítjuk, hogy allowed legyen. Nem kényszerítjük rá ténylegesen, hogy vegyen részt az ütközetekben. Azt hiszem legalábbis, hogy nem, de szerintem, mivel ugye kinevezett lovag, emiatt nem hagyhatja el. Nem a legjobb képességekkel rendelkezik, mint kinevezett lovag, de ez ilyen dicső dolog, figyeljetek. Sőt, keresünk neki feleséget. Hm. 62 éves, akkor tessék, itt van egy 31 éves valaki. Ő nem tudom honnan. Nem azért rokonom feltétlenül, de nem akarok semmit sem mondani, de mondjuk azt, hogy megjutalmazzuk egy asszonnyal. Igazán elismerjük a munkáját. Tehát senki nem mondhat semmi rosszat, hogy igazán elismertük a korona készítőnk munkáját. Ezzel a gyönyörű hölgyel. Aki fele annyi idős, mint ő. Nem baj, ez a korona, ez nagyszerű. Yes. Micsoda nagyon jó korona. Na, most, hogy ezzel itt túl vagyunk. Ja igen, a ransomöket akartam megcsinálgatni itt, hogy azok történjenek meg. Jó, az nem érdekel. Az összes rokonom egyébként házasodhatna magától, mert annyi rokonunk van, mint a fene. És nem akarnék ennyi rokonnal foglalkozni, hogy össze-vissza házasítgassak mindenkit. Ó, Visegrád, hogy néz ki? Visegrádi erődünk. Gyönyörűen. Akár építhetnénk egy ilyet is. Valaki meg akar ölni engem. Azt a szentségtelen dolgot. Ezt megépíthetnénk, ezt a nagy templomot. Mivel szent területnek számít, azt hiszem Visegrád így is. Ezért megkapnánk a bónuszait. Az a kérdés vajon, hát most, hogy expózolva lett, így most nincs olyan könnyű dolguk. Te megállítod és 21-es a képességet. Ha csak nem te akarsz megölni, akkor technikailag jók vagyunk. Tehát akkor nincs probléma. Mindjárt ott vagyunk, 883, és akkor utána még megkapjuk a jó kis visegrádi nagy templomot is. Most nézem itt egy... sámán. Valakinek a sámánja, Nándort, tátosnak nevezte ki. Mármint ilyen, tudjátok, ilyen szent személy. És megkapja a plusz 4 learning-je van, meg piety-je, meg vélemény, mindenki, aki tátos vallást követ. Vallásiaknak plusz 50 vélemény. Az kemény. Miért az én fiamat neveztet ki tátosnak? Van nekem olyan, akit kinevezett tátosnak? Te, az örökösöm? Az örökösöm nem. Sajnálatos módon nem tudta továbbadni az intelligens állapotját. Mondjuk a lánya az egész jó lett. Fortune Builder.
24-es. Learning. Vagy nem, stewardship. Bocsássátok, csak közben elkezdtem gondolkodni azon, hogy valakivel házasíthatnánk itt. Őt lehetne vele. Ezt így elfogadná? Wow, de ez nem a fiad? De ez a fia. Oké, tehát nagyon nagy korkülönbség van. Your granddaughter. Na, ő kinek a kie? Your son. Nem, nem őt szeretnénk. Vissza, hozzá. És van egy lányom, a legkisebbik lányom 12 éves. De azért lenne jó ez a házasság vele. A fiamnak nincs még egy lánya, de van egy 11 éves lánya. Ő. És ezt is elfogadják. Jó, oké, szóval, tehát, hogy még mindig az ő, értitek, dinasztiájához fog tartozni, tehát a materiálist ezt nem fogják elfogadni, mert akkor konkrétan a mi dinasztiánkhoz kerül a... az örökösödés. Viszont így is, ha ezt a házasságot ugye most elfogadják igazából, szóval most azt csináljuk, hogy konkrétan az én fiamnak a lánya házasodik az ő fiával. Ő alapvetőleg 32 éves, ugye, most. Az én fiam 49. Tehát, hogy amint a fiam megörökli a koronát, még szövetségbe leszünk. Szóval ez most még egy generáción keresztüli szövetség. Sőt, lehetséges, de nem vagyok 100%-ig biztos benne, valószínűleg nem, de viszont... Attila, aki a fiamnak a fia, ő is lehet, hogy szövetségbe lesz velük, hogyha megörökli a trónt. Lehet, nem biztos, nem biztos, de legrosszabb esetben is, mivel rokonok lesznek, így jó lesz a kapcsolat velük. Szóval egy újabb házasságot össze fogunk tudni hozni. Ami előbb vagy utóbb egyébként átmegy eléggé ilyen Habsburg-szerű házasodásokba. Ettől most tekintsünk el, majd nem tudom, majd olyannal házasítjuk, aki nem tudjátok, így hozzánk kerül, hanem hozzájuk éppen. Igen, igen, majd náluk legyen így a bennfentes állapot, de értitek, tehát, hogy ez a két birodalom, ez most elég szépen segíti egymást ezzel a döntéssel, és most, hogy 1000 aranyunk van, itt Visegrádon elkezdem építeni ezt a templomot. 4 év mire elkészül. Hát az annak az elkészülésére már valószínűleg nem lesz. Nem leszek ott. Elméletileg valahol stratégiai marcs. Az tök király épület. Valahol úgy rémlik, hogy van valahol egy ezüstbánya. Mit szeretnél? Independent Formland. Kalipolisban. Vagy csatlakozna hozzánk, és ő egy nagyon jó stewardship-el rendelkező személy, de amúgy nem akarom a tanácsba berakni, vagy fizet 450-et, 5 évre lesz egy független farm, növeli a fejlődését, viszont lassabban kapjuk vissza a kontrollt. Szerintem jó lesz az, adjon egy kis aranyat, azt akkor itt. Igazából technikailag most itt veszítettünk kontrollt. Mennyi most vesztettünk? 20% adót. Egy kis időre, mert amúgy nagyon hamar vissza fog menni az a kontroll szerintem. Valahol van egy ezüstbánya, de már nem emlékszem, hogy hol. Írtátok a komment szekcióba, viszont elfelejtettem. Én azt hittem, itt van ezen a szigeten. Large Stone Quarry. Mert ajánlotta az egyik néző, hogy legyen az a plusz területem, ahelyett, amit ott tartok fönt. Tehát ehelyett itt, ez ehelyett a terület helyett. Már egyébként ezek a területek kifejezetten jól adják. És már el van készítve, szóval, hogy itt van egy nehéz gyalogságunk.
emiatt igazából jó lenne megtartani. Már ezt tovább tudnánk adni, ezt technikailag simán tovább tudnánk adni. Valaki békét szeretne vásárolni tőlünk. Kicsoda. Ki vagy? Hát te aztán vásárolod békét tőlünk. Mire én oda eljutok, hogy bárkit is megtámadjunk? Valaki Dangerous Faction? Ki? Parasztlázadás? Ott azon a két helyen. Érdekes. Görögök vannak. A görögök utálnak minket? Itt magyarok vannak, csak régi táltos vallással. Amit igazából, ha jól sejtem, nem ad negatívumot, mert nem tekintjük ellenségnek egymást. Szerintem szimplán a popular opinion miatt, ez a mínusz 28, a hosszú háborúzás. Átka. Oké, téged be is rakunk. Várjatok, ma marsalunk az 8-as marsalral rendelkezik. 240 aranyat adott! Ha! Bejött, hogy tiszteletét tegye, hát az tiszteletét tette, az biztos. Ja, ő valahogy beszedte magát ide közénk, és azért nem tudjuk leváltoztatni. Jaj, de jó. De a táltosunk is valami idióta. Hát itt van egy 39-es learning-en rendelkező személy. Az komoly. Hát akkor ne religious dolgokat adja, hanem kezdj el itt téríteni. Táltos vallás, ez meg a régi táltos. De szépen. Figyeljétek már, hogy mennyire szépen elterjedt a táltos. Mindenhol táltosista van. Valószínűleg viszont... Jó, szerintem kezdjük... nem itt hisz felfoglázadni. Akkor csináljuk inkább itt egyelőre. Valószínűleg... Nem, szépen rendesen táltos vallás van. De szépen elterjedt. A kultúra az lassabb, az mindig lassabb. Ez nem is szokott annyira elterjedni hamar. Kivéve, hogyha nagyon lassan játszatok, és tudjátok, folyamatosan térítetek, akkor ennél szebben össze lehet rakni, hogy egységes kultúrával rendelkezzetek. Itt nagyon sokakat foglalunk folyamatosan. Régebben játszottam, nem is tudom, talán az olaszokkal. És ez így teljesen... Nem tudom, talán olasz volt, vagy lombárdi? A franc se tudja, de lehet, hogy egyedi kultúrát hoztam létre, és akkor ott az egészet átterítettem. Mindegy, figyeljetek, örüljünk ennek a táltos vallásnak, és remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Sajnos ennek a résznek a vége van. A következő részben már nem fogunk harcolni annyira, megint csak, mert még mindig nagyon magas az offenzív háborús dolgunk. Ha meghal az uralkodó, akkor azt hiszem ez reszetelődik, mert az új uralkodónál már nem tekintik az előző uralkodónak a háborúit offenzív háborúnak, viszont akkor meg tudjátok, azt kapjuk meg, hogy új uralkodó van, és hogy még nem bízunk benne annyira. De majd szépen eljön az ideje annak, hogy tovább folytassuk itt a háborúinkat. Remélem jó szórakoztatok, nézzetek körbe, hogyha igen, keressetek mást is, hát ha szívesen megnéznétek tőlem. Gondolkozzatok el azon, hogy valamilyen formában támogassátok a csatornát, hogyha tetszenek a videók, és a legközelebbi tőlem nézett tartalmig. Sziasztok!